Elfogadta a képviselőház plénuma azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében lakóhelyükön vagy hétvégenként tölthetik le börtönbüntetésük nagyobb részét, a legfeljebb öt év szabadságvesztése ért személyek. Az ügyben a képviselőház volt a döntő kamara, így a jogszabály az elnök elé kerül kihirdetésre. A jóváhagyott tervezet szerint az elítéltek büntetésük nagy részét lakóhelyükön töltik le. Belügyi alkalmazottak felügyelete alatt, elektronikus karkötővel vagy anélkül. Büntetésüket hétközben lakóhelyükön, szombaton és vasárnap külön erre a célra létesített központokban vagy börtönben töltik, úgynevezett vegyes rendszerben. Mindegyik alternatíva csak a legfeljebb öt év szabadságvesztésre ítéltek esetében alkalmazható, miután büntetésük együttödét már le ülték valamely fogházban. Az erőszakos bűncselekmények, illetve korrupciós büntettek miatt elítéltekre, illetve visszaesők esetében a rendelkezés nem alkalmazható. Márton Árpád rmdsz képviselő elmondta, ők az eredeti változatot tartották volna jónak, de volt egy olyan módosítás, amely miatt megszavazták a jogszabályt. Elfogadtuk viszont azt a módosítást, hogy ne a a döntés a pillanatában az a bíró hozza ezt az intézkedést, amelyik az ítéletet meghozza, hanem a kiszapott büntetés egyötödének teljesítése után a végrehajtást ellenőrző bíró hozhasson egy ilyen döntést, annak függvényében, hogy hogyan viselkedik természetesen. A tervezetet eredetileg a Nemzeti Liberális Párt terjesztette be, de a Szociáldemokrata Párt módosító javaslatainak beépítése után annyira megváltozott, hogy a Pénélé ellenezte az elfogadását. A büntetés végrehajtást szabályozó törvénymódosító tervezetet 170 képviselő támogatta szavazatával, 81-en ellene voksoltak, hatan tartózkodtak.